Sziasztok! A mai videó egy aktuális kedvencek és csalódások videó lesz, már nagyon-nagyon rég volt ilyen. Össze is gyűlt elég sok, nem is fér be mind ebbe a mostani videóba, úgyhogy a többit majd egy következő videóba láthatjátok. Bele is vágok, kezdjük még mindig a kedvencekkel. Hát először is van itt egy kicsit piszkos, ne haragudjatok, vagy hát nem piszkos, hanem púderes pamacs, mert hogy amióta megvan, azóta előszeretettel használom. Ez a Sephora-nak az 5 dolláros kis púder pamacsa, ami zseniális. Nagyon-nagyon szeretem, az arcom bármely részére fel tudom vinni vele a porpúdert, szemek alá is tök jól befér, nagyon-nagyon puha, kicsit szebb is a finisem, mint hogyha nedves szivacsal vinném fel. Én ugye eddig mindig nedves szivacsal vittem fel a porpúdert is, és amúgy azzal is nagyon-nagyon szerettem, de amióta ezt kipróbáltam, azóta csak ezt használom. Ami még nagyon jó benne, hogy sokkal kevesebb terméket vesz fel, meg ugye szív magába nyilvánvalóan, mint mondjuk a nedves szivacs. Kevesebb terméket használ vele az ember. Otthon a francia Sephora-ból tudjátok megrendelni. Egyébként ez is Sephora saját márkás, ez a kis szivacs. De azt hiszem, ez már szerepelt korábbi kedvences videóban, úgyhogy most nem fogok róla beszélni, de ha már megmutattam, akkor megemlítem, hogy ezt is meg tudjátok rendelni a francia Sephora oldaláról, és mind a kettőt nagyon-nagyon szeretem, és nagyon tudom ajánlani is. Gyönyörű felvitelt eredményez mind a kettő. A következő termék az legyen egy drogériás, amit még otthonról hoztam. Ez az Essence-nek a Fix and Last Makeup Gripping Jelly. Alkohol és szilikonmentes primere, ami nagyon-nagyon emlékeztet engem. Hát egyrészt az Avon Mark Oso Tokyo kedvenc primeremre, másrészt, ha high-end-ebbet akarok mondani, akkor a Milk Hydro Grip primerére. Annyi, hogy ez egy picit azért ilyen sűrűbb anyagú, illetve hát jobban ragad, de ez egy nagyon-nagyon jó kis olcsó alternatíva rá. És azért szeretem, mert egy nagyon szép alapot képez, tök jó géles állaga van, szóval főleg száraz bőrűeknek nagyon tudom ajánlani. Olajos bőrűeknek is tök jó, nem arról van szó, de ha száraz a bőröd, akkor imádni fogod emiatt a géles állaga miatt, és hát valóban segít a smink hosszantartóságában is. Úgyhogy ez egy szuper termék. Egyetlen egy dolog, hogy van egy kis illata, de az hamar elillan, miután felviszi az ember, szóval még ez se annyira zavaró. Úgyhogy mindenképpen próbáljátok ki, hogyha primert vadásztok. A következő az a Rare Beauty-nak az új ajak olaja, a Hope árnyalatban. Imádom, csoda termék. 2 éven át dolgozott rajta, azt hiszem egyébként a márka. Valóban egy újítás, mert hogy annak ellenére, hogy ez egy ajakolaj, kicsit ilyen gélesebb állaga van, illetve ajak tintaként is funkcionál, tehát befogja az ajkaidat egy picit, miután felviszed, szóval ha le is jön, akkor is a szín ott marad az ajkakon, illetve erős fénye is van. Én nagyon-nagyon-nagyon szeretem ezt a terméket. Lehet, hogy a későbbiekben fogok belőle más árnyalatot is beszerezni, de egyébként ez a Hope szerintem számomra a legjobb amúgy, úgyhogy jól választottam. A következő akkor legyen még egy Rare Beauty termék, az Exhilarate árnyalatú highlight. Nem fogom ezt most nektek felnyitni, mert ez a darab teljesen össze van törve sajnos. Videóban törtem össze egyébként, úgyhogy szemtanúi lehettek annak a pillanatnak, amikor ez megtörtént. Nagyon-nagyon sajnálom, de mondtam akkor abban a videóban, hogy annyira imádom, hogyha bármi baj történne vele, akkor újra venném, és pár percre rá leesett, és megtörtént a baj, de újra vettem most a Sephora akció keretein belül, úgyhogy nem sokára érkezik majd belőle az új, majd akkor abból fogok bevágni ide nektek ilyen kis részletet, nem pedig ebből, ami teljesen összetört. Sajnos ez annyira tropára ment, hogy használhatatlan. Még egy ilyen olcsóbb árkategóriájú termék a Colourpop-nak a Coconut Beach bronzere, ami nagyon jó termék ahhoz képest, hogy mennyibe kerül. Jó, persze otthon tudom nehezebb beszerezni, de vannak olyan alkalmak, amikor a Colourpop-nál akció van, akár szállításra, akár a termékekre, és olyankor megérheti, mert nagyon jó állaga van, gyönyörűen eldolgozódik a bőrön, tartós, és imádom az árnyalatát. A világos bőrűeknek nehéz lehet ilyen bronzer, kontúr árnyalatokat találni, viszont ez tökéletes. Úgyhogy ha világos a bőröd, akkor ezt nagyon-nagyon tudom ajánlani. Én bronzerként szoktam használni egyébként, de olyan az árnyalat, hogy akár kontúrként is lehet. Szóval teljesen natúra tónusa, se nem hideg, se nem meleg, úgyhogy emiatt kettő az egyben termék. Hát a csomagolás az nem a legjobb, kopik le, de
nem is az a lényeg. És az utolsó kedvencem az egy púder, méghozzá a Kosas-nek a Cloud Set púdere. Ez az Airy árnyalat, ami nekem van, azt hiszem a legvilágosabb. Nagyon kis aranyos csomagolásban van, bár elég nagy, szóval nem a leghelytakarékosabb, de mindegy. Azért szeretem ezt a púdert annyira, mert igazából bármennyit vittem fel eddig belőle, jó, mondjuk azért én két rétegnél nem szoktam több púdert felvinni, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy még két rétegben sincs púderes hatása. Egyáltalán lematítja a bőrt, nem teljesen, az olajosságot elveszi, viszont a bőr természetes ragyogását meghagyja, és mindezt ilyen púderes hatás nélkül. Szerintem ennyire jó púderem még nem volt, eddig a legeslegnagyobb kedvenc púderem. Meg kell fizetni az árát, nem mondom, de amúgy rengeteg van benne. Szóval megfizeted az árát, de ez nem olyan, mint mondjuk a Charlotte Tilbury Airbrush, vagy mi a neve az ő púderének, amit megfizetsz, és igazából egy hónap múlva el is fogyott. Hanem ezt nagyon-nagyon sokáig fogod használni, úgyhogy igazából árérték arányban azt is mondhatnám, hogy megéri. Na és ezzel rá is térnék a csalódásokra. A NARS új Soft Matte Advanced Perfecting púdere az egy nagy csalódás nekem, ez a Cove árnyalat. Az árnyalattal nem lenne semmi gond, illetve a csomagolása, na ennek viszont nagyon-nagyon kis kompakt és táskabarát. Viszont maga a termék, ami benne van, az meg nem jó. Annyira sajnálom, mert annyira szerettem volna szeretni ezt a púdert, de nem, egyszerűen nekem nem jön be. Ugye nekem kombinált bőröm van, de legtöbb helyen inkább száraz. Ez viszont nem olyan, mint a Kosas púdere, hogy így felviszed és nem látszik, hogy púdereztél, hanem ezt így felviszed és ott látszik, hogy púdereztél. Úgyhogy ezt az én szárazabb bőrömre nem igazán szeretem. Lehet, hogy meg fogok tőle válni, ha hazamegyek, akkor ha bármelyikötöket érdekel, írjatok rám nyugodtan Instán, lehet, hogy el fogom adni, mert igazából kétszer próbáltam ki, és azóta meg csak itt áll, és leginkább a Kosas-t használom, úgyhogy nekem ezt nem éri meg megtartani, pedig annyira jó, hogy végre egy ilyen minimális csomagolású termék, de sajnos nem jött be. Egyébként valóban jól mattít, és szépen mattít, úgyhogy azzal nincs gond. A következő az az Ilia-nak a Blue Light Mist hidratáló, fixáló púdere. Púdere? Fixálója? Ez olyan büdös, hogy arra nincsenek szavak. Ezt is egyébként videóban használtam először, úgyhogy láthatjátok rajtam szerintem a meglepődést, bár azt a videót még nem vágtam meg, de nagyon meglepődtem, hogy milyen fura szaga van. Ezt nem szeretem magamra fújni, mert egyszerűen ez nem az, hogy kellemetlen az illata, hanem büdös. Még jó, hogy csak ilyen mini kiszerelésbe vettem meg, elfújkálgatom, de biztos, hogy nem fogom újra venni. Egyébként a kiszerelése az nagyon tetszik, úgyhogy azért nem válok meg tőle, mert ezt utána tök jól viszont fel tudom használni későbbi utazásokhoz ebbe átrakni. És a harmadik csalódásom az pedig az Aveeno-nak a kréme. Azt hiszem otthon is lehet Aveeno márkát kapni, úgyhogy ezért raktam bele ebbe a videóba. Ez az Aveeno Baby Eczema Therapy hidratáló krém. Igazából a legnagyobb problémám az vele az, hogy rá van írva a hátuljára, hogy non-greasy, tehát hogy ugye nem hagy maga után zsíros hatás, vagy hogy nem ilyen zsíros krém, és de, ez az. Ha nem lenne ráírva, akkor nem vettem volna meg, és akkor nem lenne egy szavam se. Utálom azt az érzést, amikor így a kézkrém nem szívódik fel, hanem így órákig akár így rajta van a kezemen, és bármit megfogok, az csúszik, olyan lesz, és hát mivel ez rá volt írva, hogy ez elvileg nem olyan, ezért vettem belőle egy ilyen jó nagy kiszerelést, mert mindegy, ekcémásodik a kezem, és elég száraz, szóval kellett valami, amit rá tudok kenni. Bár használom, és kenegetem, ha már megvettem, de utálom. Hatásával sem vagyok annyira elájulva, szóval itt tényleg ígérget mindent. Nincs az, mint néhány másik krém után, hogy tényleg látom, hogy de jó hidratált a kezem, most akkor egy ideig nem kell bekenni. Ennél mondjuk ezt amiatt látom, mert még órákkal később is rajta van. Ezt az olyanoknak, mint én, nem igazán ajánlom. Ha te szereted azt, hogyha egy kézkrém így sokáig rajtad van, meg tényleg konkrétan fizikailag érzed, hogy rajtad van, akkor viszont mindenképp ajánlom. És egy random kedvencet is hoztam nektek, ami nem más, mint egy Bath & Body Works-ös gyertya, méghozzá az Autumn Chai illat, ami tehát most már, hogy jön a nyár, sajnos nem lehet kapni, ez egy szezonális illat, ez a kedvenc illatgyertya illatom valaha, szerintem. Annyira tökéletes, édes, de mégis fűszeres. Ha itt laktok, vagy be tudtok szerezni Bath & Body Works termékeket, akár Bogi Shopnál online a Facebookon, vagy bárhogy, ezt, kérlek, ezt.
Legfőképp akkor, ha az édes illatokat szeretitek, mert én amúgy az édes illatokért vagyok oda, és úgy ez a kedvencem. Inkább édesebb, mint fűszeresebb, de abszolút van benne azért fűszer is. Jövő ősszel biztos, hogy ezt az illatot fogom újra vásárolni a márkától. És ezzel be is fejeztem ezt a mai videót. Egy picit hadartam, mert csak 16 percnyi szabad hely van a kártyámon, úgyhogy próbáltam gyors lenni, de szerintem ezt ti nem bánjátok egyáltalán, és szeretitek ti is az ilyen rövidebb, ám de velős videókat, remélem legalábbis. Remélem, hogy hasznos volt számotokra és tetszett nektek. Köszönöm szépen, ha megnéztétek, ha bármelyikkel kapcsolatban van véleményetek, kérdésetek, bármi, tudjátok, lent a komment szekcióban ezt megoszthatjátok. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogyha lájkoljátok ezt a videót, vagy akár feliratkoztok, ha még nem vagytok feliratkozva, és szimpatikus voltam nektek. És az utolsó mondatnál telt be a kártyát, tehát a legközelebbi videóban találkozunk, addig is sziasztok!